A város legfontosabb eseményeinek híreinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Új és figyelemre méltó kezdeményezés indult a városban a Down-szindrómás gyerekeket nevelő szülők életének megkönnyítésére. A program neve Down Dada szülői szolgálat. Súlyos, veleszületett rendellenesség, amely magyar nevét a mongol fajra jellemző arcvonástól kapta. A donkoros embereknél az emberi fajra jellemző 46 kromoszóma helyett 47 található. Az 1970-ben kiadott egészségügyi lexikon társadalmi beilleszkedésre általában alkalmatlannak tartja ezeket az embereket. A szolgálat a baba születése miatti traumát és a társadalmi ellenállást segít a családnak feldolgozni és legyűrni. A legnagyobb félelem, ami a frissen szült anyában és a természetesen az ő párjában, az édesapában ilyenkor keletkezik, az az ismeretlenségtől való félelem. Ők nem tudnak erről semmit. Valószínűleg soha életükben nem is hallottak arról, mi az a Down-szindróma. Maguk elé képzelnek egy képezhetetlen, tehetetlen, szörnyű, fogyatékos gyereket, akivel ők majd mit fognak csinálni. Millió kérdésük van. Olyan kérdéseik vannak, amire értelemszerűen az egészségügyi szakdolgozó nem tud válaszolni. Nem tud válaszolni azért, mert nem tudja. Ezekre a kérdésekre egy valaki tud válaszolni, egy szülő, aki ezt csinálja. És ezért jött létre a szolgálat. Fontos lenne, hogy az első találkozás már a kórházban megtörténjen, hogy a szolgálat tagjai a megélt sors okán hiteles információt tudjanak adni a házaspároknak, és hogy meg tudjanak mutatni olyan családokat, akik életükkel, sorsukkal példázzák, hogy fogyatékos gyermekkel is lehet teljes értékű és boldog életet élni. Kisebb meghibásodás történt még múlt hét csütörtökén a Pécsi Börgyár szennyvíztelepén a biológiai tisztítórendszerben. Bár a hibát 5 óra alatt elhárították, ennek ellenére a tisztítási folyamat csak hétfő estére állt vissza. Stábunk is és okait kutatta. Bizonyára önök is érezték az elmúlt hétvégén azt a zárt tojáshoz hasonló szagot, ami innen a Pécsi Börgyár szennyvíztisztítójából szabadult ki. A 80-as években évente 40-50 úgynevezett bűzös nap volt a városban, amit köszönhettünk az akkor még Megyeri úti szennyvíztelepnek, valamint a Börgyárnak. Azóta jó pár év eltelt, javultak az eszközök és szigorodtak a környezetvédelmi előírások. Így most már csak 4-5 alkalommal érezhetünk ilyen szagokat a városban. Remélem, hogy többet ilyen nem lesz. Mindenkitől elnézést kérünk, akit az elmúlt hétvégén érezhető bűz zavart. Mindent megteszünk, hogy ez a lehető legkevesebbszer forduljon elő. Csütörtök délután a biológiai tisztítású medence levegőztető rendszerének egyik adagolója leállt. A medencében oxigén hiány keletkezett, és így szabadulhatott ki némi hénhidrogén a levegőztető medencéből, ami egészségkárosodást nem okozhat. A munkai környezetben megengedett határérték ennek a koncentrációnak 20 000-szerese. Tehát mindenkit megnyugtathatunk. Semmiféle egészségkárosodás nem okoz. Ameddig büdös, amikor, de hát ilyen szabad téren ez nem fordulhat elő, de zárt térben, már, amikor már nem lehet érezni a szagot, akkor már baj van. A jövőben egyre kevesebbszer érezhetünk ilyen szagokat, hiszen a Börgyár 2-2,5 éven belül korszerű berendezésekre cseréli e régi darabokat. Többször is szerepelt már híradásokban olyan baleset, ami veszélyes anyagok szállításakor következett be. Ezeknek a veszélyhelyzeteknek a felszámolására készítették fel tegnap a baranyai tűzoltókat a megyei parancsnokságon. Magyarországon eddig szerencsére csak kevés veszélyes szállítmány szenvedett balesetet. A legtöbbször üzemanyag tankerek borultak föl. Ugyanakkor nem árt időben felkészülni a bajra, mert vélhetően az ilyen esetek száma nőni fog. Kevesen tudják, hogy a veszélyes anyagok biztonságos kezelése és szállítása már a gyártástán megkezdődik, és a megsemmisítéskor ér véget. Ennek a folyamatnak csak egy részét képezik a katasztrófa helyzet esetén riasztott tűzoltók. A vonulós tűzoltó természetesen ebben a helyzetben nem hagyható magára. Ezért a tűzoltóság, mint szervezet, ki kell, hogy dolgozza a veszélyes anyag baleset elhárítás stratégiáját. A legfontosabb a megelőzés, vagyis elsősorban a szállítást végzők alapos felkészítése, ami még hagy kívánnivalót maga után. A tűzoltók, így a baranyai egységek tagjai bizonyos gyakorlati ismeretekkel már rendelkeznek, viszont mindenképpen szükséges ennek elméleti megalapozása, amit a pécsi előadás is szolgált.
Egy adott tevékenységgel foglalkozó egyéni vállalkozó adóbevallásában a feltüntetett bevételek el kell, hogy érjenek egy meghatározott összeget. Baranyában és Pécsett ez az úgynevezett küszöbérték 200 ezer és 1 millió 400 ezer forint között mozog. Ha valaki nem éri el ezeket az értékeket, akkor az APEC vizsgálatot kezdeményezhet. A bevallási határt minden évben a pénzügyminisztérium állapítja meg. Az irányelvben szerepel szakmánként és település nagyságanként egy bizonyos összeghatár, amelyet az egyéni vállalkozást végzőknek el kell vagy el kellene érniük. Baranyában ez az orvosok, az ügyvédek, valamint a könyvvizsgálók esetén a legmagasabb, 1 millió 328 ezer forint. A legalacsonyabb 258 ezer forint az előadó művészeket, az általános és középiskolai tanárokat, illetve a ruhakölcsönzéssel foglalkozókat érinti. Ha az egyéni vállalkozó nem éri el tehát az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelem, ami tartalmazza a személyi jövedelem kivételt, a 18%-os adó alá tartozó személyi jövedelmet, illetve az osztalékadó alapját, abban az esetben felszólíthatjuk egy úgymond nyilatkozat megtételére. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezeket az összeghatárokat kell bevallani, hanem a 98-as bevételeket és kiadásokat. Abban az esetben, ha nincs ekkora jövedelme, és valaki egyéni vállalkozó, de emellett máshonnan származó jövedelme is van, amelynek az összege eléri a minimálbér összegét, azaz a 234 ezer forintot évente, vagy nyugdíjas és emellett egyéni vállalkozó, és így eléri az ebből származó jövedelme a minimál nyugdíjat, azaz a 164.400 forintot évente, ebben az esetben nem fogjuk felszólítani a nyilatkozat megtételére, amely a bevételei és a költségei összegéről tartalmaz kérdéseket. A felszólított vállalkozónak számot kell adnia a bevételeiről és kiadásairól, valamint előző évi vállalkozási tevékenységéről. Ez az ellenőrzés csupán a hiányosságokat tárja fel, és ha nem állapít meg adóhiányt, akkor nem szab ki büntetés sem az APEC. A bevallási határidő sincs már messze, ez február 15-e, vagyis jövő hétfő. Adásunkkal egy időben zajlik a megyei önkormányzat Széchenyi téri tárgyalótermében az a megbeszélés, amelynek címe Gyermekjóléti Szolgálatok és Szolgáltatások Kiépítésének Helyzete Magyarországon. A rendezvény keretében Pörös Béla, a megyei közgyűlés alelnöke folytat eszmecserét az érintett intézmények és szervezetek vezetőivel és munkatársaival. A témára esti híróránkban még visszatérünk. A szennyvíz kérdés városunkban is sok helyütt megoldatlan probléma. Pécsbánya telepen különösen rossz a helyzet. Az ülepítő, ami rendszeresen megtelik és elárasztja a szomszédos utcákat, épp az óvoda és több kisgyermekes család otthonának tőszomszédságában van. A környékről ezen az úton járnak a gyerekek óvodába, iskolába. Át a szennyvízcsíkon, amely lefolyik a szomszédos kórház utcába. A szag és a látvány nyáron és esős időben, tehát majdnem mindig elviselhetetlen. Minket abban zavar, főleg engem érint, mert ott lakom az egybe. Kislányom vesebeteg, én tüdőhaszmás vagyok, sok gyerek van itt. Nyáron ki se lehet ide jönni játszani a gyerekeknek, mert ahogy folyik ez, most lehet látni is. Most isteni, mert nincs olyan hideg, szóval nincs meleg, és büdös nagyon. A kórház utca alatt lakik Besszán Györgyné, aki elmondta, hogy több mint 9 éve egy tereprendezés következtében tehetetlen áldozata a helyzetnek. Az ülepítőből kifolyó kommunális hulladék évek óta teljesen átnedvesítette háza falát. Én aszmás is vagyok, ez mind attól kaptam én ezt a betegséget, ettől a vizes lakástól. Aludni nem lehet, olyan büdös van itten, és befolyik teljesen. Napközben kétszer-háromszor törőgetem föl, mikor nedves idő van. Az ülepítőbe a Károly utcából folyik a szennylé. Ők havonta fizetik a tisztítást, de a díjak magasak, a lakók többsége pedig nyugdíjas. Önök fizetik a szennyvízdíjat? Igen, fizetét, mindenki fizeti, havonta vitessük, de nagyon sokba kerül. 2000 forintot fizetek én havonta, ahol hárman vannak, 1500 forintot fizetnek, úgyhogy itt nem a tisztító berendezés hittik. Az ANTS városi intézetének munkatársai többször is kivonultak már. Ők mindig a kiváltó okot próbálják megszüntetni, ez esetben sikertelenül. A végső esetben környezetvédelmi bírságot szabhatnak ki, de itt azt sem lehet, mert a lakók akár hetente fizetnék a tisztítást, ha lenne miből. Mi lehet megoldás? Megoldás az, hogy segítenének valamit ott lent, egy nagyobb gödröt csinálni, mert már nagyon sok helyen voltam.
hogy segítsenek, de sehonnan semmi segítséget nem kapunk. Híradónk végén tőzsdei információk következnek a Duna Invest jóvoltából. A vonalban Kababik József fiók igazgató, üdvözlöm. Jó napot kívánok, köszöntöm a Pécs TV nézőit. Folytatódik az áresés a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 6137 ponton áll most, ami 116 pontos, az 1,86%-os esésnek felel meg. A nyitóérték 6069 pont volt, majd a Bux körülbelül a 6000 szintre esett. Napon belül egyébként folyamatosan emelkedik, tehát 11 óra 44 perc óta folyamatosan emelkedik a görben. A vezetőpapírok mindegyike veszített az értékéből, talán legnagyobb mértékben a TVK 4,64%-ot esett, 2570 forinton áll most a papír. Egyébként napközben ennél többet is esett, fel is kellett függeszteni a kereskedését 15 percre. 4,5%-ot esett a Borsodkém is, 4920 forintot ér ebben a pillanatban. A Matáv 1%-ot veszített az értékéből, 1310 forintot ér. Ennél kisebb mértékben esett a MOL, 0,56%-ot, 6225 forintot adnak most az Olajipari Társaság papírjaiért. 10250 forinton áll az OTP, ez 3,2%-os esésnek felel meg. A Richter 1,5%-ot esett, most 8600 forinton áll. Ma született kötés a Mizóra, mióta bevezették azóta először, 1800 forinton. A külföldi tőzsdéken sem volt nagy optimizmus, a Dow Jones tegnap 158 pontot esett, döntően egyébként ennek köszönhető a mostani esés. A Nikkei ugyan 50 pontot emelkedett, a Hang Seng viszont 168 pontot esett. Az európai tőzsdék közül a német tőzsde körülbelül 2%-ot esett, a londoni tőzsde 0,8%-ot, a francia tőzsde szintén 0,8%-ot veszített az értékéből. Ma megjelent három gyors jelentés, a dióéhéjban annyit, hogy a TVAH 2,5 milliárd forintos adózás előtti eredmény produkált, ez egy nagyon jó eredmény, szemben a 97-es 1 milliárd forinttal. Az Égisz a várakozásoknak megfelelő tavalyi gyors jelentéssel rukkolt elő, körülbelül 5 milliárd forint lett az adózott eredménye, szemben a 97-es 6,25 milliárd forinttal. Az Égisz a döntően az orosz válság hatott. Megjelent a Borsodkém gyors jelentése is, ez gyengébb lett a vártnál, csak nem 10 milliárdos eredményt produkált, 97-ben ez a szám 9,5 milliárd forint volt. A Borsodkém rossz teljesítménye a PVC áresésének volt elsősorban köszönhető. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Kérem! Most pedig lássuk, milyen időjárásra számíthatunk a nap hátra levő részében. Időjárásunkat egy Közép-Európa felett örvénylő ciklon alakítja. Délről enyhe, nedves, északról pedig hideg levegő érkezik térségünk fölé. A két légtömeg találkozása miatt napközben felhős, borult időjárásra számíthatunk, változó intenzitású havazással. Az északnyugati szél erős, olykor viharos lesz, a hőmérő higanyszála pedig 0 és mínusz 3 fok között mozog majd. A város legfontosabb híreivel, eseményeivel önök a Pécs TV híradóját látták. Köszönjük figyelmüket!